Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Bizonyára voltál már olyan helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, amikor úgy gondolod, úgy érzed, nem megy tovább. És szeretnél kilépni ebből a helyzetből, akarsz valamin változtatni, és hogy sikerül, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. A téma az, hogy lépj ki ebből a bizonyos helyzetből. A jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Itt a kezedbe veszed a dolgokat, és előre mennek az események, különösen, ami az anyagiakat és a munkát illeti. De ne siessd el a dolgokat, hanem légy kicsit türelmes, amíg itt kivirágzik valami. És mi a hited? Hiszel abban, hogy ez sikerül, és hiszel a jó Istenben? Ezt mutatja itt ez a kártya. Igen, te nyitott vagy erre. Tehát hiszel abban, hogy a dolgok jóra fordulnak, és megvan a vallásod, a hited. És itt ez a kehely azt jelenti, hogy itt érzelmekről van szó, tehát ez úgy belülről jön. És mi a válasz? Hogy reagálnak az égi hatalmak, itt a varázslatos erő látható, tehát megkapod a segítséget. Ez a kép utal a te aurádra, tehát a te energia meződre, ami belülről jön, a gondolatokból és az érzelmekből. Itt ez a kép utal a nyári időszakra, vagy tisztázódik valami a környezetedben, változtatsz a hozzáállásodon, a gondolataidon, az érzelmeiden, és akkor megvan itt a siker, megvan a kisugárzás. A gondolataidat itt ez a kártya mutatja. Itt van egy spirituális terület. Most visszahúzódó vagy. De azt is jelentheti, hogy a lelki társad visszahúzódó, és pontosan ezen gondolkodsz el, hogy mi van vele, miért teszi meg ezt. Az érzelmeidet itt ez a királynő mutatja, a kezében van ez a kehely, és az utal az érzelmekre, a víz elemére, tehát itt mély érzelmekről van szó. A párkapcsolatot illetően, vagy megvan nálad az intuíció, az inspiráció. A környezetedben mi látható? Itt ez a férfi jelentheti a lelki társadat, és ez a férfi fogva érzi magát. Ki akar lépni ebből a helyzetből, kitörni ebből a börtönből. De azt is jelentheti szimbolikusan ez a kártya, hogy te érzed fogva magadat, és szeretnél változtatni valamit az életeden, különösen ami a környezetedet, a lakhelyedet illeti. Te szeretnéd itt elfoglalni a helyedet, az jelentheti azt, hogy jól érzed magadat ott, ahol a lakóhelyed van, és ott szeretnél maradni. Viszont ha tervezel egy költözködést, akkor ez az uralkodó azt jelenti, uralkodni fogsz a helyzeten, ez sikerekkel jár. És mi van a munkahelyen? Itt látható egy új kezdet, valaki segít neked, az is lehet, hogy szerelmi dolgok vannak a munkahelyeden, de lehet egy új kezdet, egy szerződés is. És hogy éled jelenleg át?
Itt valami betegít téged. Az jelentheti az, hogy nem érzed jól magadat, fáradt vagy, vagy foglalkoztat ez a korona krízis, hiszen ez kihalt a munkánkra is, de azt is jelentheti itt ez a kép, hogy nem érzed ott jól magadat, valaki vagy valami betegít téged. Ha változtatni szeretnél, itt látható egy szerződés, egy közeledés, egy új kezdet, és itt a jövő, a vidámság, sőt a hármas szám azt is jelentheti, hogy van több lehetőséged a munkahelyi változást illetően. És most megnézzük a szerelmet, itt ez az uralkodó nő azt jelentheti, hogy ő felnéz rád, megbecsül téged, olyan vagy, mint egy ilyen császárnő itt ezen a trónon, de azt is jelentheti ez a kép, hogy valaki uralkodik felette, valaki parancsolgat neki, ez lehet az anyukája, vagy egy volt kapcsolat. És mi várható a szerelmet illetően? Ő közeledni fog hozzád, a kezében van ez a bot, az jelenti a tűz elemét, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és jelent egy testi kapcsolatot is, egy ilyen tüzes, szenvedélyes, szerelmi kapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!